Sziasztok, Bánkuti Dani vagyok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Producer Workshop csütörtöki extra adásának egyik legújabb epizódjába, ahol ugyanis a ti demoitoké lesz a főszerep, ugyanis ma este Demo Feedback Session lesz velem, Bánkuti Danival, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ismét egy élő adás, már rég volt így élő, úgyhogy egy picit bevárjuk a többieket, és mindenkitől kérek szép nagy figyelmet a ma este, mert a főszerepben a ti demóitok lesznek, a héten kiírtam egy pályázatot, hogy nyugodtan lehet demókat küldeni az adásba, és szerintem több mint 60 vagy 70 demo érkezett, úgyhogy rengeteg demóból tudtam válogatni. Mindegyikre sor fog kerülni természetesen, de nyilván ezt egy adásban nem tudjuk beletenni, úgyhogy mai alkalommal 5 darab szerencsés zenészt random módon válogattunk be így az adásba, és természetesen majd a többibe is folytatódnak a különböző demok. Lényeg, ami lényeg, picit várunk, és elmondom ezeknek a demo feedbacknek a lényegét, akik még újak lennének itt a csatornán. Az a lényeg, hogy ti beküldtetek demókat, amit itt élőben meg fogunk hallgatni, elmondom róla a véleményemet, de az adásnak az az érdekessége, hogy tőletek is várom a véleményeteket, hogy ti mit javítanátok a dalon, nektek hogy tetszik, belőletek milyen érzést váltott ki, hiszen a készítőknek az a legnagyobb feedback, ha minél több független fülek hallgatják a zenéiket, és így konstruktív kritikákat tudnak hozzájuk intézni, és nagyon-nagyon fontos a konstruktív kritika. Ez az adás nem azért van, hogy mindenkit a sárga földig lehordjunk, és rögtön egy ilyen nagyon-nagyon proszintet lőjünk be, hanem akár a kezdőket, középhaladókat és akár a profikat is inspiráljuk, és felhívjuk a figyelmüket az apróságokra, min érdemes lenne javítani, mire figyeljenek oda. Úgyhogy ez nem a fikázásra szól, ez tényleg arról szól, hogy hogyan lehetnének még jobbak, illetve ha valaki kezdő, akkor őket próbáljuk majd kicsit bátorítani. De nagyjából torzok vagyunk a hangok. Levesszük itt egy kicsit a hangot, és most nézzétek, mert most néztem le először. És nagyjából azért én végighallgattam ezt az 5 jelentkezőt, akik bekerültek a mai adásba, úgyhogy egyáltalán nem beszélünk kezdő producerekről, és egyáltalán nem beszélünk kezdő produkciókról. Úgyhogy nem is akarom nagyon húzni a sort, föl szeretném konferálni az első szerencsés nyertesünket, aki bekerült így a mai adásba. Hallgassuk a zenéjét, és akkor a többit majd mondom. Bigcrack és a Trial True Sounds. Itt a hangerőt meg be kell állítanom, magamat meg kikapcsolom. utána közben vissza is tértünk, nem a ti rendszeretek akad, a lényeg az, hogy néha-néha beletekergetek azért, hogy kicsit haladjunk az egész műsorral. Ha mindent től végig hallgatnánk, az udalmas is lenne, mert nem is érnénk soha a végére, így hát mindig próbálom az éjjendár szemszöget felvenni, és nagyjából úgy beletekergetni, hogy egy éjjendáros beletekerne, akik általában mindig sietnek, és mindig így léptetnek, és valami izgalmas rész van, akkor megállnak. Úgyhogy ez a metodika, nem nálatok akad a dolog, én tekerjetek néha bele. Na, az első track egy kicsit ilyen borongósabb, dárkosabb hangzás volt, úgy gondoltam, ez tökéletes lesz kezdése. Bigcrack küldte át nekünk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ti is írjátok meg közben, mi a véleményetek a dalról, és én is akkor közben mondom. Nekem nagyon-nagyon tetszett a hangulata, nagyon tetszett ez a dárkos hangulat, nagyon tetszett az ének, viszont nekem az elején nagyon-nagyon lassan épült föl, és kicsit ott még van még mit kidolgozni felépítésben és arrangementben, mert kicsit nekem unalmas volt így az eleje, ez az egyik észrevételem. Aki jelesben nem nagyon-nagyon tudnék belekötni, mert nagyon-nagyon elkapta ezt a dárkos, kicsit melankolikusabb hangulatot, ami nagyon-nagyon tetszett, és ami a dropba jött, ez az első leütésnél az a kitartott hang, az egy kicsit túl hangos volt, illetve talán a hangerő arányok, amik még annyira nincsenek rendben, de mivel tudom, hogy demo, ez nyilván még orvosolva lesz, szóval nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Talán a dábdobot lehet kicserélném, ugyan most egy iPhone fülesbe hallgatom direkt, mert most a másik mikrofon nagyon rossz volt, és nagyon fölvette a szobának a zaját, úgyhogy nem biztos, hogy sok mindent hallok. Nagyon-nagyon jó a hangulata, nagyon-nagyon jó megindul, csak a hangerőarányokat rendbe tenném, és talán nem tartanám ki olyan hangosan és olyan sokáig a dropnál ezt a hangot. Megmutatom, hogy mire gondolok. Remélem, hogy pont oda sikerül lőnöm. Ezt a hangot, ami jön. Na, itt már ezt a kitartott szóhangot, ezt a fogas hangot, ez fogas, igen, ez ilyen fűrész hang, ezt a kitartott fűrész hangot, ezt sokkal halkabbra venném, és talán kicsit a háttérbe dugnám, mert teljesen elnyomja az egész dropot, is így olyan laposan indul meg, sokkal jobban megindulna, ennek mondjuk kicsit leszednénk a zalját, és egy picit így beleépítenénk jobban a mixbe, és akkor úgy nem venné el a helyet a többi dologtól, de ez az én személyes és speciális véleményem, ez nyilván változni fog. Na, olvassuk be akkor ti mit gondoltok, és hagyj olvassuk be pár kommentet. Jó lesz, audiospektrum kicsit furcsa nekem, de ez egyéni probléma. Igen, ez az audiospektrumot azért tettem, mert mégis, hogy vizuálisan feldobjuk így a műsort, amúgy unalmas lenne. Bitang jó volt, tökéletes volt, jó volt nagyon, érdekes amúgy a stílusa, sose tudni mi fog történni, és jó a vokál. Nekem is nagyon-nagyon tetszett a hangulata, és szerintem teljesen jól van. Nagyon-nagyon szeretnék gratulálni Bigcracknek ehhez a kis művéhez, és mindenképpen fejezze be, azt ajánlom. Na, haladjunk is tovább. Highlight Vision és a City. Hú, ez nagyon-nagyon tetszett. Na, visszatértünk. Próbáltam diverzelni és különböző stílusokat beválogatni, éppen ezért válogattuk ezt direkt bele, mert nagyon-nagyon így kiugrik a többi közül, és végre valaki próbálja egy kicsit vegyíteni az elektronikus dolgokat az élő hangszerrel, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy Highlight Visionnek nagyon-nagyon szépen megköszönöm a demóját, mert nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor most jövök az észrevételeimmel, és ti is írjátok meg az észrevételeiteket, és ha tetszenek a zenék, akkor nyugodtan nyomjatok szívecskéket, meg lájkokat, hogy lássák a készítők, kreátorok, hogy volt értelme dolgozni, és tök jó visszajelzés, amikor látják, hogy szeretik a dalait, meg dalukat, úgyhogy mindenképpen nyomjatok lájkot, szívecskét, ha tetszett a dal. Nekem nagyon-nagyon tetszett az egész, tetszett, hogy végre egy kicsit out of the box gondolkoztak a srácok, meg gondolkozott a srác, és tök jó volt, hogy ennyi hangszert így viszont hallani viszonylag egy elektronikus környezetbe, de ebből következik talán az első észrevételem és az első hibája is a zenének, hogy túl sok minden zsúfoltál bele, és lehet, hogy sokkal kevesebb hangszerrel is, sokkal kevesebb réteggel is ellettél volna, mert nagyon-nagyon elnyomja pont az elektronikus részt, úgyhogy itt alapvetően mixing kidolgozási hibákat véltem felfedezni, így a dobokat teljesen elnyomta itt a fúvósok, meg minden nyavaja, úgyhogy próbáld ezeket úgy balanszírozni, hogy minden kap figyelmet, minden kap helyet, minden tud egy kicsit levegőzni, és ezt csak úgy tudod, hogy mondjuk esetleg kicsit elveszel a lead szekcióból, akkor egy kicsit vegyél el, mert ugyanolyan fontos a dob része is, hiszen az adja meg az egésznek a húzását, drávját, attól kezd mozogni a fejed. Amúgy nekem nagyon-nagyon tetszik. Amit még talán így felépítés szempontból hiányoltam, hogy olyan túlzott nagy meglepetéseket hangszeresen nem tapasztaltam, illetve tök jó volt, ahogy folyamatosan ilyen játszik a dallamokkal, meg játszik maga egy darab hangszerrel, próbálja ezt minél változatosabban megoldani, de lehet, hogy még izgalmasabb lenne, ha esetleg másfajta hangszereket is behoznál, és néha a másik akár válaszolgatna, vagy egy időre kinyírnád az egyiket, remélem érted, hogy mire gondolok. A lényeg az, hogy egy picit több mindent belehozol, és lehet, hogy sokkal izgalmasabb lesz, mert én úgy érzem, megy, és nem hagy pihenni. Nem hagyott nekem egy kicsi pihenőt sem. Folyamatosan ugyanaz volt végig benne, és egy picit ettől talán egy kicsit ilyen monoton lett, de ez csak megint az én személyes véleményem, nem feltétlenül kell vele egyetérteni, és majd a többiek is megírják, hogy mi a véleményük róla, úgyhogy mindenképpen írjátok meg. De egy nagyon-nagyon kis jó demóval van dolgunk. A dobrészeket, meg ezeket dolgozz ki, jobban tegyed előtérbe, és tényleg próbáld azt meg, hogy akár volt itt ez a fúvós rész, tolod, és akár egy teljesen mással válaszolsz neki, és így válaszolgatnak a hangszerek. Ez például Hans Zimmernél, meg az összes klasszikus zenésznél, meg bármilyen zenésznél megfigyelheted, hogy folyamatosan kérdés-válasz, folyamatosan válaszolgatnak egymásnak a hangszerek, és akkor talán sokkal izgalmasabb lenne, mint a végig így tolunk egy ilyen önálló leadet benne, de ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó lett, és nagyon gratulálok hozzá. Tényleg üde színfoltja itt a műsornak, hogy hallunk ilyen akusztikus dolgokat is. Nézzük, ti mit mondtok. Tetszik, nagyon jó a hangszerelve, szerintem annyira jó a harmónia, bejön. Tényleg a zseniális dalamokat játszott, meg tök jó az egésznek a hangulata is, tényleg nagyon visz magával, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon jó. 10-20 évvel ezelőtti demószínes hangulata van. Jó estét, hova lehet küldeni a zenéket? Hát a zeneküldésről már lecsúsztál, mert több mint 60-an küldtek. A zárt csoportunkba, illetve az oldalra is egy ilyen Google formos linket kitettem, és arra a linkre várjuk a demókat, de ez már szerintem csak a következő és az azt követőbe fog beleférni a küldés, mert rengeteget kaptunk a héten. Na, nem is akarom nagyon szaporítani a szót, azért még van 3 darab hátra, hallgassuk meg, mi a harmadik. A Cream és a Crack M és a félkész. Na, közben vissza is jövök. Hát, amint hallhatjátok, nem volt szívem leállítani, és nem volt szívem beletekerni sem egyáltalán, mert iszonyat jó a hangulata, nagyon visz magával, nagyon merengős ez, tökéletes chill-out, tökéletes filmzene lenne, tökéletes egyszerűen, amit csináltál, abszolút nem tudom belekötni, én nagyon adom az egésznek a hangulatát. Picit biztos hallottátok, hogy halk volt, ez gondolom azért ez még nincs teljesen kidolgozva, hiszen ez is félkész, úgyhogy egy kis hangerő majd úgyis lesz gondolom a végén, de igazából nem nagyon tudok belekötni, mert nagyon-nagyon jó elkaptad a hangulatokat, egyszerűen nagyon ritka az, hogy én ne tekerjek bele valamibe, és ebben nem tekertem, mert tényleg tökéletes, zseniálisan összehoztat, úgyhogy szívből szeretnék gratulálni hozzá, és mielőbb várom a kidolgozott végleges verziót, mert nagyon-nagyon szívesen hallgatnám itthon, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó. Annyi kiegészítést szeretnék még az előző dalhoz mondani, hogy egy vokál nagyon-nagyon elfért volna a fúvósok mellett, és talán akkor nem lett volna annyira pici uncsi, de csak ennyi jutott így időközben eszembe. Ide viszont mondanám azt, hogy egy-két vokál ilyen böfögés elférne, de nem kell, mert annyira elvitte az egész hangulatot a dallamvilág, meg a harmónia menetek, hogy semmi nem kellett. Tényleg bele se tekertem, ez nagyon-nagyon ritka, úgyhogy várom a nagy-nagy szívecskéket erre a dalra, mert tényleg tökéletes lett, úgyhogy még egyszer gratulálok. Na, nézzük, mit írtok ti. Ez nagyon szép és egyedi, engem megvet, írja Dávid. Matyi, tök irányú-szerű, nagyon jó eltalált is csirált, szerintem a hangszerelés is kellően izgalmas, de mégis visszafogott. Azért érzed egy kis Ellen Walkert benne. Egy pici talán, de szerintem nem olyan vészes. A felettem lévő kommentjét csak erősíteni tudom, már csak be kell fejezni, nagyon szép munka, sziasztok, szia Jani. Úgyhogy engem kilóra megvett, nagyon-nagyon tetszik. Haladjunk tovább, ma nagyon-nagyon jó demók vannak. Na, jön egy remix, és mindjárt elmondom, hogy ezt miért rengettem. Remélem nem vágja le a YouTube-t. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream. Walk hand in hand, you got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love. Just a little more love. Na, közben vissza is tértem, kivételtettem ezzel a dallal, mindenkinek mondom, hogy soha nem teszek be remixeket, se bootlegeket, nehogy közben levárja a stream, vagy a YouTube, vagy a Facebook, de tudom, hogy ez a Dretta dal túl régi ahhoz, hogy most ez levárja, mert én is csináltam többször, még nagyon-nagyon régen még remixet is rá, szóval remélem, hogy ezt nem várja le. Minden esetre ezt csak azért tettem be, mert nagyon-nagyon-nagyon nagy régi kedvencem, és annó, amikor elkezdtem a zenélést, szinte ez a dal így a top 10-ben volt évekig, meg itt meg is van bakelite, most nem tudom megmutatni, nem tudok fölállni, de nagyon-nagyon így pont a szívembe talált ez a dal, és mindig is kedves nekem, úgyhogy akármikor látok valami remixet belőle, azt mindig meghallgatom. Visszatérve a srácoknak, Nexónak vagy srácnak a munkájához, zseniális, kurva jó. Tényleg, nagyon-nagyon tetszik, eltalálta az alaphangulatát, tök jók a groove settek, tök jó az egész szerkezet, tök jó a beindulás. Tényleg, ha nagyon bele akarnék kötni, akkor annyi, hogy a második dropnál legyen valami trúváj, valami nagyon apró kicsi változtatás, amitől több lesz, mint az első. Ez pont a keddi adásomban erről beszéltem. De igazából nem nagyon tudok belekötni, tök jó harmóniameneteket írtál az ének alá, tök jól használtad az éneket. Talán annyi, hogy ha mondjuk ilyen nagyon-nagyon így plusz ötletet adhatok, akkor nagyon-nagyon divatos most földarabolni az éneket és egy kicsit a vokálcsoppokkal játszani. Talán megpróbálhatod, és ezt akár fölé játszani a dropba, vagy a pre-dropba egy kicsit játszani vele, vagy kiakasztani az éneket, és az énekből csinálni egy felhúzást. Mit tudom én, kiakasztod a Just a Little More Love, pont egy magánhangzót, az ót vagy az át, inkább az át, és akkor á, és elkezdett pitchelni, ahogy közeledünk a drophoz, ez a na, ez egy nagyon-nagyon jól fog hangzani, de kb. Érted, és ebből mit tudom én, kitartott, jó kis érces hang lesz, fölszűrő, tehát ilyen apróságokat meg tudsz csinálni, de ez már tényleg ilyen egyéni túlgondolás, nem feltétlenül kell bele, csak ha valami hiányzik, akkor ilyesmikkel föl lehet dobni, de teljesen jó, engem teljesen meggyőzött, nagyon-nagyon szépen köszönöm a demót, és nagyon-nagyon gratulálok hozzá, és itt egy tipikus olyan esetről szeretnék beszélni, így ennek a dalnak a kapcsán, hogy amikor annyira jól sikerül egy remix, hogy sajnálnám lenémítani az éneket, de lenémítanám az éneket és írnék rá egy új éneket azért, mert nagyon jó az alap, nagyon jó az éneknek a hangulata, nagyon jó az egész kiállásnak a hangulata, és szerintem, ha lenémítod az éneket és keresel valami dalszöveg, topline írót, dalszöveg és topline írót, aki írna valami hasonló hangulatú éneket, mint mondjuk a Just a Little More Love-re a kiállásra, tuti befutó lenne nemzetközileg is, hidd el nekem, várj meg a Getta Vokától, mert megéri. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokat hallgathattad már, nagyon-nagyon beleállt a füledbe, és ezek után minden ennél csak rosszabb lesz, de hidd el, ha ezt valaki elsőnek hallgatja, nem fog neki hiányozni a Getta Vokát, mert nem tud róla. Úgyhogy én mindenképpen elengedném a bootleg mi voltát, és egy saját dalt csinálnék belőle, egy saját éneket írnék belőle, mert nagyon jó az ötlet, és megérnék kidolgozni. De kíváncsi vagyok, hogy ti mit írtok, nektek mi a véleményetek, mert szerintem tényleg zseniális volt. Nézzük, Ádám mit ír, kapcsold le, mert felgyulladt talpam alatt a padló szőnyeg, nagyon bejött nekem, fesztiválokon is simán el tudom képzelni, gratulálok hozzá. Igen, nekem pont azt tetszett ebben, hogy pont beleférünk ebbe a fesztiválos történetbe is, de a klubvilágban is lazán megállja a helyét, szóval az ilyen tök jó középút a zene, ahol itt is működik, meg ott is működik, én ezért látok nagy potenciált benne, úgyhogy mindenképpen ha nézed az adást, akkor keresve segítek neked valami énekes találni rá, vagy valami topline írót, mert szerintem megérni ezzel a dallal foglalkozni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ha tetszett a dal, akkor nyugodtan jöhetnek a szíves kép, meg a lájkok is, megérdemli, eddig az összezen, amit ma kaptunk, zseniális. Na, következő. Ezt nem tudom kiejteni, az RH4T-IS. A hangerőkkel itt játszom is. Na, közben vissza is tértünk, és ez volt az utolsó. Na, közben itt Szabolcstól kapom a segítséget, hogy rédez, így kell kiejteni. Hát kicsit fáradt vagyok, úgyhogy rédeztől haladtuk a kélumot. Remélem ezt már jól ejtettem ki. Amúgy nagyon-nagyon ilyen nyelvtörős a neved, úgyhogy próbáld ezt normálisabban így leírni, mert ha én nem tudom így kiejteni, akkor mások sem fogják nagyon. Kurva jó. Nagyon-nagyon tetszik. Pár észrevételem van, de nagyon-nagyon értem ezt is, és nagyon-nagyon tetszik, hogy talán az eleje nagyon rétes tészta, nagyon el van nyújtva, vártam, hogy jöjjön, lehet, hogy pont ez koncepció volt, hogy nagyon elhúzzad, és már nagyon felszabadulás legyen, amikor megérkezik a drop, de előtte unalmas. Picit unalmas, és úgy, ha nem tudtam volna, hogy mi fog jönni, mert én azért belehallgattam így nagyjából a dalokba, hogy ne játszok be semmit anélkül, hogy nem hallgattam meg, akkor lehet, hogy én már azt idő előtt lekapcsoltam volna, mint egy éjjendár. Úgyhogy ott az elején ott kicsit játszogatnék egy kicsit, hogy mert lehet úgy csinálni, hogy kicsit húzni akarod az emberek agyát, de mégis izgalmas és mégsem unalmas, mert lehet ezt csinálni. Picit az elejével még dolgoznék ott a felépítéssel, hogy még sejtelmesebb legyen, de ne akarja az ember tovább tekerni, úgy például, mint mondjuk az előző két zenénél, ahol tényleg én sem akartam tovább tekerni, mert minden egyes másodpercben történt valami olyan izgalmas változtatás, ami ott tartotta a figyelmemet. A lényeg az, hogy ott maradjon a figyelmem. Viszont ez a drop, amit ez a drop, amit megcsináltál, ez zseniális, nagyon jó. Ajánlom, hogy vidd el ezt egy profi stúdióba majd, ha készen vagy vele, mixingre és masterre, mert ezeknek a zenéknek a 80%-a azon múlik, hogy szól. Mert ez egy technikai sport, ahogy Szilke is mindig szoktuk beszélgetni, ezeknek az elektronikus zenéknek nagyjából az adja a savaborsát, hogy hogyan szólal meg, mennyire csap a szívedbe a lábdob, mennyire érzed az egészet így a gyomorodban. Úgyhogy mindenképpen ezt érdemes lenne egy profival, profi körülmények között kidolgozni, mert egy zseniális ötletről van szó, és a drop az évekig tudnám hallgatni, mert nagyon-nagyon jól megcsináltad, nagyon hangulatos, tényleg szuperlatívuszokban tudok a dropodról beszélni, és még egyszer gratulálni szeretnék hozzá, úgyhogy repüljenek is a szívecskék. A második kiállásban megint ugyanaz volt a problémám, mint az elsőben, hogy újdonságot nem hoztál be, tehát igazából én ezt a drop miatt vettem volna meg ezt a zenét, és folyamatosan a tekertem volna vissza. Szóval egy picit az arrangementen még lehetne itt finomítani, pár új dolgot behozni, nem kell túl gondolni, de egy-két dolog azért még elférne, illetve kicsit a hangzást így rendbe teszed, és ez zseniális. Tényleg nagyon-nagyon gratulálok hozzá, és szintén azt mondom, hogy szinte az összes dal, amit ma beküldtetek, mind az öt nemzetközi színvonalat képvisel, úgyhogy egy nagyon nagy like és szívecske az összes magyar producernek, feltörekvőnek, profina, mert igenis megütjük a nemzetközi szintet, csak azért mixing, mastering téren, technikai téren egy kicsit fejlődni kell, és bátran vigyétek el egy profihoz, mert kb. Csak ennyi hiányzik, hogy fel tudjátok venni a versenyt a kinti nagyokkal, a kinti ismertebb emberekkel, mert egyáltalán nem jobbak nálatok, sőt. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, és ez volt amúgy az utolsó demo is. Felolvasok egy pár véleményt tőletek, és akkor ezzel is zárjuk. Mint a 4 helyett a lenne Raiders. Rez, te vagy? Az nagyon jó egyébként. A drop 10-ből, 9-10-ből 10 melódi nekem kicsit elcsépelt, és a breath drop előtt picit erős, de amúgy instant play. Oh my, I love it. A drop nekem nagyon adja. Oh vision, shit szám jut eszembe. Holy shit, bocsánat, az a címe. Raiders Soundcloud van esetleg? Nagyon köszönöm, el tudnám képzelni egy sorozat promó alá. Én mindenhova el tudnám képzelni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szeretnék mindenkinek gratulálni, és én szeretném, hogy ez a mai adás egy kicsit inspiratív legyen, főleg a kezdők számára is, meg az egész magyar producer társadalom számára is, hogy itt vagyunk egymás között ebbe a kicsi országba, mindenki nagyon-nagyon sok fajta stílus képvisel, tehát hallottátok, volt itt minden, próbáltam minél több stílust így egy csokorba válogatni, és mindenki nagyon-nagyon-nagyon jó, egyáltalán nem vagyunk a nyugattól lemaradva, csak tényleg technikailag kell egy kicsit így utolérni, a technikai dolgokra kell több időt, pénzt és energiát fordítani, de majd rengeteg olyan műsor lesz, amit SILK-kel fogunk csinálni, amiben pont ebben fogunk nektek segíteni, lesznek workshopok, lesznek csomó olyan oktatások, meg egy csomó olyan dolog, amivel ezt az oldalatokat tudjuk fejleszteni, úgyhogy ne aggódjatok. Még egyszer nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek a demóját, és még egyszer mindenkinek gratulálni. Úgy gondolom, aki nem tett eddig szívecskét, nyugodtan tegyen szívecskét a műsorra, mert mindenki teljesen megérdemli. És természetesen maradt vagy 55 demo, hanem azóta vagy 80 demo, amióta itt jött az adásba. Ezeket a demókat is mind-mind át fogom hallgatni, és a következő adásokba is szép lassan próbálom beépíteni. Mindenkire sor fog kerülni, hogy mindenkinek a türelmét kérem. Egyelőre az MPV-en van men boyband, szóval mindent én csinálok, egyedül mondjuk Mati segített nekem itt leválogatni a mai zenéket, de, amit ezúton is köszönök, de igazából mindent egyedül csinálok még így a harmadik évadban, és minden apró részlettel én foglalkozom, fényeléstől, adáskezeléstől kezdve, és így néha kis idő kell nekem, amíg utolérem magam, de a negyedik évadtól ez változni fog, és SILK-kel közösen azért nagyon-nagyon sok mindent fogunk megoldani. Majd jövő hét után megyek hozzá, és akkor lesz egy bejelentésünk is, amit amúgy már az MPV Tallinn, aki volt, az hallotta. Úgyhogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog lesz a csatorna életében. Szerdán kitettem amúgy egy új részt is a bánkutidani.hu csatornára, a múlt heti metalikás budapesti fellépésükről csináltam egy ilyen külön kis marketing szemszögből egy videót, azt is érdemes megnézni, és arra a csatornára is érdemes feliratkozni. És nincs más hátra, mint megköszönjem mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Ha tetszett az adás, akkor nyugodtan lájkoljátok, szívecskézzetek is, hogy lássam, hogy volt értelme csinálni, és még több ilyen adást csináltok a jövőben. Kövessetek minket a zárt csoportunkba, mert nagyon-nagyon jó fejek vagytok, nagyon-nagyon jó fejemberek vannak, nagyon-nagyon jó kis közösség van kialakulóban, és már egyre nagyobb. Nem feltétlenül arra megyek, hogy a nagy számokra menjek, ha bár már azt hiszem, majdnem 1500-an vagyunk. Ha hiszitek, hanem rengeteg embert visszautasítok, és nem azért csinálom, mert ez a happem, hanem mert a csoportba csatlakozásnak az a feltétele, hogy mindenki szépen kitölti arra a 3 kérdésre a választ. Így tudom beazonosítani, hogy valóban zenével foglalkozik-e, mert aki nem zenével foglalkozik, annak az mit keres a csoportba, értétek? Nem szeretném, hogy híruljon ez a nagyon-nagyon jó társaság, úgyhogy próbálom a bejegyzéseket is, és próbálom az új tagokat is egyre jobban szűrni. Mit szerettem volna még elmondani? Igazából aki lemaradt volna a keddi adásról, akkor ugyanilyen technikai arrangement adást csináltam, nyugodtan nézzétek meg. Jövő héten ismét 2 izgalmas adásra fogunk jelentkezni. A keddi az egy kicsit ilyen inspiratívabb lesz, a ti bejegyzéseitek alapján, ez ma egy hirtelen jött ötlet volt. Szerdán jön egy Martin Gerix-es adás a bánkutidani.hu csatornára, illetve csütörtökön demo feedback helyett social media feedback adás lesz, amelyben ti küldtök nekem Facebook oldalt, Instagram oldalakat, és én meg ugyanilyen formában, mint a demo feedbacket élőben fogom elemezni, úgyhogy az is nagyon-nagyon-nagyon jó lesz. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, ha valaki lemaradt volna az adás elejéről, ne aggódjon, hamarosan vissza fogja tölteni az OBS, és a YouTube csatornánkra is egy 10 percen belül felkerül, úgyhogy lehet nézegetni, csemenézgetni. Bánkuti Dani voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok! És akkor már csak le kell állítanom.